Sziasztok, köszöntök mindenkit a Horror TK-ból, én Damina Dágy vagyok, ez pedig itt a 2024 májusi beszerzések videó. Tartsatok alap! Nos, ebben a hónapban is vannak nem horror, illetve horror cuccok is, viszont a szokásostól eltérően ezúttal a horrorfilmekkel fog kezdeni, és majd csak utána fogom mutatni a nem horror dolgokat, mégpedig azért, mert a nem horroros Blu-ray-ekhez fűződik egy sztori, ugyanis volt egy eBay rendelésem, ami nem igazán úgy sikerült, mint ahogy azt vártam volna, úgyhogy talán valamilyen szinten mondhatjuk azt, hogy meglettem cseszve. Úgyhogy mindegy, lényeg, hogy akiket esetlegesen csak a horrorfilmek érdekelnek, azok most láthatják is, mindjárt mutatom őket a videónak az elején, és aztán akiket esetlegesen érdekel minden, azok úgyis végignézik az egész videót, és akkor fogjátok látni, hallani, hogy mi történt pontosan ezekkel a nem horroros kiadványokkal. Na de, akkor vágjunk is bele! Szóval, legelőször is akkor a horrorfilmek. Most április... azt hiszem a végén jelent meg kettő darab olyan kiadvány, amit előrendeltem az angol Amazontól, és aztán az ugye májusban érkezett meg. Szóval ez mind a kettő Jean Roland film, Jean Roland horror film. Én Jean Roland francia rendező munkásságával eddig a pontig egyáltalán nem voltam ismertségben, egyetlen filmjét sem láttam korábban, de hallottam már a rendezőről meg a filmjeiről, ugyanis olvastam már róla jó pár helyen, még talán a Magyar Fangóriában olvastam róla legelőször még annak idején. Tehát lényeg, hogy valamilyen szinten azért hallottam már róla, meg a filmjeira. De egyetlen filmet sem láttam eddig, és azért már úgy voltam vele, hogy mivel tudom, hogy elég nagy rajongó táborra van azért a rendezőnek, hogy ideje lenne azért megismerkedni a filmjeivel. És hát van a Powerhouse Films angol kiadó, akik az Indicator szériában most már jó egy évvel ezelőtt kb. Elkezdték kiadni ennek a rendezőnek a filmjeit, mégpedig úgy, hogy néhány havonta kettesével. És most a legújabb ilyen kettes, a most április valami megjelent, azok olyanok voltak, amikre azt mondtam, hogy jó, ezek úgy érdekesnek tűnnek, itt az idő, hogy megismerkedjek Jean Roland rendező munkásságával, úgyhogy ezt most a legújabb két megjelenést azt akkor előrendeltem az angol Amazontól. Szóval az első ilyen film az nem más, mint a The Nude Vampire című film, és ezek mindkettő limitált díszdobozos Blu-ray kiadványok. Szóval The Nude Vampire, így néz ki a borító, a hátulja, és akkor már is mutatom, hogy mi minden van benne. Ugye a külső tag az eléggé masszív, jó minőségű doboz. Aztán van itt egy külső kartonlap, ami ugye kívül volt rajta, de hát ugye ahogy leszettem a fóliát, a csomagolást, ez lejött róla, ugye ezt most már csak belülre beleteszem, ez ugye szerencsére pont belefér. De ezen igazából csak így röviden a film leírás van rajta, meg a specifikációk, ami itt igazán a lényeg, az az, hogy rá van írva, hogy ez egy limitált Blu-ray kiadás, és hogy számozott. 4000 darabra van limitálva, és az enyém az 1553-as. Ott lehet látni a számot. Aztán kapunk egy belső tokot, ami így néz ki. Hát ez ugye egy kicsit másabb, mint a külső tokon a borító. És akkor, hogyha kinyitom, akkor ott van belül még egy kép, valamint a Blu-ray lemez, valamint a lemez mögött is van egy kép. Tehát ez egy ilyen digipack-szerű kiadvány. És akkor mind ezek mellett még kapunk egy könyvet is. És ez a könyv ez 80 oldalas, viszont vigyáznom kell, hogy mit mutatok meg belőle, mert Jean Roland filmjeiben elég sok a mesztelenkedés. És hát simán beletesznek ezekbe a könyvekbe is olyan fotókat, ahol mesztelen nőket lehet látni. Lényeg, hogy vannak benne képek a forgatásról, a filmből, valamint egy csomó-csomó leírás angol nyelven, esszék, interjúk, stb. Úgyhogy egy nagyon klassz kis olvasmányról van szó. És akkor nézzük is a specifikációkat. Szóval,
A filmet francia nyelven, illetve angol nyelven lehet megnézni, van hozzá angol felirat és 85 perces, és 1970-es filmről beszélünk. És azt mondja, hogy kétféle verzióban van rajta a film, az egyik az a francia, a másik pedig az angol nyelvű változat. És a lényeg, hogy a francia verziót azt mondja, hogy csak francia hanggal, angol felirattal lehet megnézni. Míg az angol változatot, a brit verziót, az csak angol hanggal és esetlegesen angol felirattal lehet megnézni. És ugye nem csak annyi a különbség, hogy a hang, hanem az is, hogy a francia verzió ugye az eredeti, mivel ugye egy francia rendezőről, francia horrorfilmről beszélünk, az angol változat pedig olyan, hogy van benne, azt hiszem, hogy alternatív jelenet, illetve egy-két jelenet más sorrendben van benne, mint az eredeti verzióban. Úgyhogy ha engem kérdeztek, valószínűleg inkább az eredeti francia verziót érdemes nézni, ugye mégiscsak az a rendezőnek az eredeti elképzelése. Persze, picit talán kényelmetlen lehet, hogy francia hanggal nézünk a filmet és angol felirattal, de hát mindegy, szerintem azért azt érdemesebb nézni. És akkor extraként rengeteg kis filmet kapunk, meg interjút, illetve képgalériát, előzeteseket, úgyhogy ja, nagyon sok minden van rajta. És egyébként ez 4K-ban is megjelent, a 4K változat az 6000 darabra limitált, míg ez a Blu-ray csak 4000 darabra. Úgy látszik, hogy egyre inkább terjed a 4K, egyre többen vásárolnak ezek szerint 4K-t, hogyha abból van egyébként több darab. Hogyha azt abból csinálnak több példányszámot. No, de ez volna akkor a Nude Vampire, és akkor a másik zsárolám film, az pedig a The Demoniacs, vagy Demoniacs című film. És hát kiszerelésben egyébként teljesen megegyező, majd mindjárt miután ezt végigmutatom, azért egy picit beszélek a filmekről is. Szóval itt van a külső kartonlap, 4000 darabra van limitálva, ugyanúgy az enyém az 1911-es. És akkor a belső tok, na itt legalább nagyobb a különbség. Belső kép, maga Blu-ray lemez, és akkor az alatt is van egy kép, de ott pont mesztelenkedést lehet látni, úgyhogy azt nem fogom megmutatni, mert a YouTube nem szereti, hogyha mesztelenkedést mutogatunk. Ugyanúgy 80 oldalas könyv, és akkor persze ugyanúgy képek a forgatásról, a filmből, meg egy rakás-rakás leírás, és akkor lessük meg a specifikációkat ebben az esetben is. Szóval, maga a film 1974-es, ugye francia-belga koprodukciónak írja, és van hozzá angol felirat, és háromféle különböző verzióban nézhetjük meg. Tehát legelőször is itt van nekünk az eredeti francia mozi változat, amit francia nyelven angol felirattal nézhetünk meg. Aztán van egy bővített verzió, a sima moziváltozat változata 100 perc, és ez a bővített verzió ez 109 perc. Ez ugyanúgy francia hanggal és angol felirattal tekinthető meg. És aztán van egy alternatív angol verzió, ami csak 86 perces, és akkor az ugye angol nyelven nézhető meg. És azt hiszem, hogy választható hozzá angol felirat is. Extraként pedig ezúttal is rengeteg kis filmet, interjút kapunk, képgalériát, illetve filmelőzetest. Na már most, az angol nyelvű változat ugye a legrövidebb, úgyhogy egyértelmű, hogy nem azt ajánlom megtekintésre, azt nem is néztem meg. Megnéztem viszont a mozi verziót, és megnéztem a bővített változatot, mert kíváncsi voltam, hogy mik a különbségek a két verzió között. És kettő plusz jelenet van a bővített változatban, és az mindkettő konkrétan explicit szex jelenet. Úgyhogy igen, akit nem érdekelnek az ilyen típusú jelenetek, az megnézi csak a sima mozi változatot, akit meg érdekelnek azok a fajta jelenetek, és esetlegesen az megnézi a bővítettet. Persze ugye itt nem, mit tudom, ilyen durva, hardcore dolgokra kell gondolni, itt is ugye explicit, tehát megmutatják a dolgokat, de azért ez nem olyan, mint egy pornófilm, természetesen. Nagyon sok egyébként az erotika mindkét filmben, főleg egyébként ebben rengeteg a mesztelenkedés. És akkor röviden a véleményem az az egyébként, hogy mindkét film tetszett, sőt, valójában nagyon tetszett. A Nude Vampire az a címével ellentétben
nem igazán vámpírok vannak benne, és nem is igazán mesztelen az a bizonyos címszereplő vámpírhölgy, mert szinte végig van rajta valamilyen szinten ruha, még akkor is, hogyha az valamilyen szinten átlátszom, de mindegy. Szóval igen, határozottan egyébként nincs benne annyi mesztelengedés, mint amennyit várna az ember a film címét olvasva. De egyébként egy egész klassz film, és a végén olyan befejezést kapunk, hogy csak lestem, hogy wow, tehát meg tudod lepni. A másik pedig a The Demoniacs, az pedig egyfajta ilyen démonos, kalózos, fosztogatós, kaland, bosszú, horror, rape revenge, keverék, tehát ebben nagyon sok minden van, ebben tényleg sok a mesztelengedés, ugye nem véletlenül forgattak hozzá pluszba explicit jeleneteket. De marha jó, szerintem a helyszínek nagyon szépek, a hangulat igazából nagyon jó mindkét filmben. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy két film alapján Jean Rollin-nak a stílusa, rendezői stílusa, illetve a filmjei nekem bejöttek, tetszettek, úgyhogy valószínűleg megpróbálom majd beszerezni a korábban kiadott filmjeit is ugyanilyen fajta kiadásokban. Egyébként, hogyha mondhatok két olyan dolgot, ami nekem nem tetszik ezekben a kiadásokban, az egyik az igazából apróság, hogy nincs ráírva a filmnek a címe a borítóra. Miért nincs ráírva a filmnek a címe a borítóra? A másik pedig az viszont már egy nagyobb dolog, hogy nekem annyira nem jönnek be ezek a kartontokos kiadások, vagy hát ezek a digipack-szerű kiadások. Ezek szerintem könnyebben sérülhetnek, mint egy műanyagtok. És hogyha ez eltörik, hogy valami lesz vele, akkor mit csinálok? Ezt nem tudom kicserélni, nem tudok helyette újat venni, mint egy sima műanyagtok esetében. Szóval igen, akármennyire is szépek ezek a kiadványok, vigyázni kell rájuk az a helyzet. Úgyhogy ez volna a Nude Vampire és a The Demoniacs kettő darab Jean Rollin francia horrorfilm. És az a helyzet, hogy ezzel a végén is értem a horrorfilmeknek. Bizony, április az egy ilyen laza hónap volt beszerzések szempontjából, mert összesen ezt a két horrorfilmet szereztem be, és még kettő másik dolgot, úgyhogy összesen négy dolgot. És ez a kettő másik az ugyebár már nem a horror műfajba tartozik bele, úgyhogy akkor most jöjjenek azok, és akkor mesélek erről a bizonyos, hát félre sikerült IBS rendelésről. Szóval kezdjük ott a dolgot, hogy ugyebár vannak ezek a bizonyos Disney Plus streaming szolgáltatón található exkluzív TV sorozatok, amiket a Disney Plus csinál, ugye a Star Wars sorozatok, mint a Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, stb. Vagy éppen a Marvel sorozatok, amik ugye beletartoznak ebbe a Marvel Cinematic Universe-be, vagy hát a bosszúállók filmek közé tartoznak, ugye, mint a Loki, meg a Moon Knight, meg mit tudom én, van egy rakás sorozat igazából már. Szóval igen, vannak ezek a sorozatok ugye. És hát ugye én elég nagy Star Wars rajongó vagyok egyrészt, másrészt a Marvel filmeket is szeretem, szóval én ugye gyűjtőként örülnék neki, hogyha ezek megjelennének, ezek a tévésorozatok, és be tudnám őket szerezni. És hát képzeljétek, tavaly évvégén a Disney elkezdte ezeket kiadni Blu-ray-en, illetve 4K-ban. Mégpedig úgy, hogy Amerikában külön Blu-ray-en, külön 4K-ban, Németországban, Angliában, meg még egy pár másik országban viszont egybe csomagolták a 4K és a Blu-ray lemezeket. Viszont az a helyzet, hogy nagyon rámennek arra, hogy csak a gyűjtőknek szólnak ezek a kiadások, mert ezek limitált gyűjtői kiadások, és az a helyzet, hogy kihasználják a gyűjtőket. Kihasználják azokat az embereket, akik szeretik a fizikai formátumot, ugyanis nagyon limitáltak, csak fémdobozos verzióban érhetőek el, tehát hogyha valaki nem szereti a fémdobozokat, akkor is rákényszerül arra, hogy ezeket a verziókat vegye meg. Illetve rettenetesen túl vannak árazva. Nem tudom, hogy esetlegesen később lesznek-e ezekből sivatagos verziók, vagy sem. Éppen ezért érdemes ezeket valószínűleg már most megvenni, hogyha nem akarunk róluk lemaradni, mert bizonytalan, hogy lesz-e belőle új gyártás, hogy lesznek-e ezekből simatokos verziók vagy sem. És hát ezek a fémdobozos változatok tényleg túl vannak árazva, tehát egy sorozatnak az ára az olyan 23-24 ezer forint körül van. Ami igazából rengeteg szerintem egyetlen évadért. 23-24 ezer forint egyetlen évadért az sok. És ugye ehhez még hozzájön a postaköltség, illetve attól függően, hogy melyik országban rendeljük, hozzájön még a vámkezelési költségek is meg ilyenek. Szóval mindent összeadva már elég rendesen megnövekszik egy ilyen sorozatnak az ára, tehát igen, kihasználják az a baj a rajongókat, kihasználják a fizikai formátum rajongóit, gyűjtőit, ami nem egy jó dolog az a helyzet.
De mivel ugye szeretem a Star Wars-t, elég nagy Star Wars rajongó vagyok, ugye szerintem aki régebb óta feliratkozó a csatornámra jól tudja, illetve szeretem a Marvel filmeket is, tehát azért csak szeretném ezeket összegyűjteni, ezeket a sorozatokat megvásárolni, begyűjteni, hogy fent legyenek a polcomon, hogy meglegyenek eredetiben, hogy ne a Disney Plus-on kelljen őket nézni, hanem konkrétan ugye fizikai formátumon, lemezről tudjam őket nézni. És hát ugye limitáltak, tehát jó volna őket időbe beszerezni, és főleg a Star Wars-nál az a helyzet, hogy már azért sikerült összeszednem mostanra nagyjából mindent, sőt, tehát mindent, ami korábban megjelent, animációs sorozatok meg ilyenek, tehát ami kapható volt, azt végre eljutottam odáig, hogy sikerült mindent összeszedni. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy jó, akkor rátérjünk a többi dologra, ezekre a Disney Plus-os dologra, úgyhogy április elején végre megrendeltem a Mandalorian első és második évadát. Ugye eldöntöttem, hogy jó, akkor itt van rá a pénz, meg végre megveszem őket. És körülnéztem. És hát ugye ezek limitáltak, alig pár hónap alatt simán elfogyhatnak. És hát igen, az angol Amazonon már nem kaphatom a Mandalorian első két évad. Német Amazonon szintén elfogyott. Többi európai országban, ahol még megjelentek, ugyancsak elfogytak. Amerikai Amazon még van. Szuper. Hát akkor marad az amerikai Amazon, nem tudok más csinálni, onnan kell rendelni. És hát ugye ránézek, oké, rendben, raktáromban meg lehet rendelni, ugye, stb. Megnézem, hogy mennyi a végösszeg, ugye, vámkezeléssel, meg a postaköltsége mindennel együtt, oké. De mondom azért, kíváncsiságban azért csak ránézek az eBay-re is, hátha. Rámegyek az eBay-re, keresem a Mandalorian első két évadát, és találtam egy olyan eladót, aki egyszerre árulta mindkét évadot, bontatlanul, tehát teljesen új volt mind a kettő, és körülbelül 10.000 forinttal olcsóbbra jött ki a végösszeg, mint az Amazonon. És hát ugye nem vagyok a saját pénzem ellensége, csak számít azért az a 10.000 forint, úgy döntöttem, hogy akkor végül az eBay-ről rendelem meg, még úgy is, hogy sejtettem, hogy az eBay esetében valószínűleg sokkal tovább fog tartani a postázás, és hát végül úgy is volt. Úgyhogy ja, az eBay-t választottam. Április eleje környékén rendeltem végül is meg a Mandalorian első két évadát. És aztán eltelt körülbelül 4 hét, tehát majdnem egy egész hónapot várnom kellett, mire nagyjából május elején megérkezett a csomag. És hát az eladó egyébként nagyon szépen becsomagolta, tehát volt egy külső ilyen nagy doboz, azon belül pedig volt 2 darab buborékos boríték, tehát jól ki volt bélelve, és mindkettő ugye buborékos borítékban benne volt ugye egy-egy kiadvány. És akkor ugye megérkezik, kibontom, stb., kiveszem ezt a két buborékos borítékot, és akkor az egyiket ugye félteszem, a másikat pedig felszakítom a végét, kiveszem belőle szépen a kiadványt. És akkor így nézek. És akkor így megakadok. És akkor egy néhány pillanatig azt sem tudom, hogy mi történik, és így próbálom felfogni, hogy mi az, amit látok. És oké, végre magamhoz térek. Félreteszem gyorsan a másik boríték, azt is kinyitom, felszakítom a végét, kihúzom belőle, ami benne van. És akkor megint csak így nézek. És megint próbálom felfogni, hogy mi az, amit látok. Mert nagyon nem azt látom, amit látnom kellene. Kérem szépen, az eladó valamit nagyon félrenézett, valamit nagyon félrecsomagolt, valamit nagyon összekutyult, mert nem a Mandalorian első két évad volt a csomagban, hanem az, amit most itt a képernyőn láttok. Itt van egy fotó. Loki első évad, WandaVision tévésorozat. A Loki első évad ugye ugyanolyan limitált fémdobozos Blu-ray kiadvány, WandaVision ugyanolyan limitált fémdobozos 4K UHD kiadvány. És akkor most mi van? Most mi lesz? Most mit csinálok? És akkor így nézem ezeket a izéket, ezeket a kiadványokat itt a kezemben, mondom Loki meg WandaVision, mondom ez nagyon nem a Mandalorian első két évad, mondom mi történik itt? Hogy lehet ezt így félrenézni? Hogy lehet ezt így összekutyulni? Aki azzal foglalkozik, hogy elad dolgokat másoknak, akár országon kívülre is, ugye, akár az óceánon túlra is, hiszen Amerikában rendeltem Magyarországra, akkor nem fogom összecseszni a dolgokat, nem fogom összekeverni a dolgokat, odafigyelek arra, hogy mit csinálok. Hát de nem. Tehát ezt az eladó iszonyatosan benézte. Nagyon-nagyon-nagyon benézte ezt az egészet. Szóval egyszerűen nem jutok szavakhoz, hogy lehet ezt így elcseszni, de tényleg elcseszni.
És akkor persze egy csomó gondolat így végigmegy az agyamon, hogy akkor most mit csináljak. Mert ugye egyrészt nincs meg a Mandalorian első két évad. De ugyanakkor kellene a Loki is, meg a WandaVision is. Igazából, ugye bár, mert szeretem a Marvel dolgokat is, és össze akarom igazából gyűjteni azokat is, csak hát egyrészt a Star Wars fontosabb lett volna, egyrészt, másrészt, ugye bár félretettem a pénzt erre a dologra, nem számítottam arra, hogy most akkor esetlegesen duplán kell költenem, mert mondjuk ugye most akkor esetleg megtartom a Loki-t meg a WandaVision-t, de akkor meg kéne venni a Mandalorian-t is, tehát duplán kellene költeni, ugye bár. Harmadrészt meg ugyebár a WandaVision az 4K UHD kiadás, nincsenek benne Blu-ray lemezek, és egyelőre nincs 4K TV-m is lejátszom, tehát nem tudnám megnézni a WandaVision-t, hogyha úgy döntenék, hogy megtartom. Úgyhogy itt gondolkoztam ezen az egészen, hogy mit csináljak. Mert ugye, hogyha én írok az eladónak, hogy történt ez a probléma, akkor ugye valószínűleg vissza kell küldenem neki a Loki-t meg a WandaVision-t, ha csak esetleg nem nagyon normális az eladó, és azt mondja, hogy nem éri meg ezt, az egész ezt nagy fáradtságot, meg a szenvedést, és akkor itt tartsam meg, és akkor kész. És akkor esetleg kiküldi a Mandalorian-t, vagy nem tudom. Szóval értétek, hogyha visszaküldöm, akkor az hetekig tart, valószínűleg ugye eleve úgy kéne küldenem, hogy ő fizesse ugye a postaköltséget, hogy nehogy már ugye ráfizessek a dologra, tehát neki plusz postaköltséget kellene ráfizetnie, nagy valószínűséggel vámeljárás miatt is neki kéne ugye szenvednie, hiszen ugye Európából megy Amerikába, tehát neki még ugye a vámdíjat is fizetnie kéne, tehát én macera lenne az egész neki is, meg nekem is. Tehát egyfelől itt van ez, hogy szenvedés lenne ez az egész, másfelől viszont ott van az, hogy ugye a WandaVision-t nem tudom egyelőre lejátszani. Persze megnézhetem, ha akarom Disney Plus-ról, és akkor megtartom a lemezt, és majd hogyha lesz tévém, meg ugye lejátszom, akkor majd megnézem lemezről. De akkor is a Mandalorian lett volna a fontosabb, ugyebár. Úgyhogy akkor fogtam magam és rákerestem ezekre a sorozatokra, hogy mi a helyzet. A Loki meg a WandaVision angol Amazonon elfogyott. Német Amazonon még kapható. Amerikai Amazonon úgy vettem észre, hogy ott is van még. Nem, és a WandaVision az biztos, hogy van, volt mindkét helyen. A Loki-ban már így hirtelen nem emlékszem, nem vagyok 100%-ig biztos. De lényeg, hogy végül is akkor a WandaVision meg a Loki még kapható. Rákerestem akkor a Mandalorian első két évadra is. És hát képzeljétek, az alatt a 4 hét alatt, míg ez a csomag megérkezett, a Mandalorian elfogyott az amerikai Amazonon is. Tehát most már csak eBay-ről szerezhető be. És nézegettem az árakat, és egy némelyik eladó akár 80.000 forintot is elkér évadonként. Ilyen szinten ugye bármivel nem kaphatóak már rendesen, ilyen szinten felmentek az árak. Persze van köztük olyan is, aki nem 80-at, csak ilyen 30-at, 40-et, 50-et kér el érte. Vannak olyanok is ugye, ahol nem lehet rögtön fizetni, hanem licitálni kell, tehát igazából mindenféle van, de ha szerencséje van az emberek, akkor talán ki lehet fogni olcsóbbakat. Tehát ugye azok után, hogy már az amerikai Amazonon is elfogyott a Mandalorian, kevés rá az esély, hogy normális áron lehessen őket beszerezni eBay-en, mert ők is nagyon jól tudják azok az eladók, hogy hát igen, ez ritka, ezért elkérhetnek akár több pénzt is. Én meg nem vagyok hajlandó akár, nem tudom, tényleg nagyon-nagyon magas, irreális árat kiadni ilyen sorozatokért. Tehát én nem fogok 50-60 ezeret kiadni évadonként egy Mandalorianért, de még talán 30-40-et sem. Az azért tényleg túlzás azért. Úgyhogy nem. Úgyhogy mondom, akkor most mi lesz? Mert akkor ezek szerint a Mandalorian már nincs. Ki tudja, hogy bár az eladónak megvan-e, mert hát ugye az is lehet, hogy annyira felcserélte a dolgokat, hogy valaki másnak küldte el a Mandalorian-t, aki eredetileg a Loki-t meg a WandaVision-t rendelte. De akkor ez a valaki más ennyi idő alatt már biztos megkapta a csomagot. Megtartotta a Mandalorian-t és nem szólt róla az eladónak? Vagy szólt róla az eladónak, de nem tudom mit intéztek ugyebár? Tehát, hogy pontosan ugye mi történt? Rákerestem az eladónak az eBay boltjára, se a Loki-t, se a WandaVision, se a Mandalorian 1-2-t már nem árulja. Tehát gondolom, hogy ez az egy példány volt neki mindegyikből. Szóval talán megvan még neki a Mandalorian 1-2, hogyha nem küldte el másnak, de hogyha el is küldte másnak, akkor már lehet, hogy nincs meg neki. Ki tudja, hogy visszakapta-e? Tehát ki tudja, hogy vissza tudja nekem küldeni?
Tehát, hogyha én elküldöm neki a Lokit meg a WandaVision-t, akkor lehet, hogy ott fogok tartani, hogy nem lesz se Loki, se WandaVision, se Mandalorian, és esetlegesen mire eljutok odáig, hogy visszaért neki a csomag, és én megkapom a pénzt, ugye, amit kifizettem érte, ki tudja, lehet addigra már a Loki is elfogy, meg a WandaVision. Most érted, visszaküldöm, de ugyanakkor meg akarom őket venni. Tehát ezért agyaltam itt ezen az egészen, hogy mi volna a normális itt, mit lehetne inkább csinálni, mit kéne inkább csinálni, de hát azért csak a Star Wars lett volna a fontosabb, az az, amit inkább meg akartam venni, és az az, ami ritkább. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy jó, rendben, írok az eladónak, meglátjuk, mi van, lehet, hogy tényleg normális, rendes, és akkor azt mondja, hogy tartson meg a Lokit, meg a WandaVision-t. Ugye normális helyeken egyébként szoktak ilyet csinálni, volt is már rá egyébként nálam példa, hogy mit tudom én, valami hibás olyan, vagy valami gond van, és akkor azt mondják, hogy tartson meg, aztán kész. Tehát volt már egyszer-kétszer ilyen. Úgyhogy akkor mondom, írok neki. Ha meg esetlegesen visszakéri, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy írtam neki egy üzenetet, és hát érdemes ezt az üzenetváltást egyébként meghallgatni. Tehát amikor a végére értünk ennek az üzenetváltásnak, és beszéltem erről az öcsémnek, ő azt mondta, hogy ez az ember ez agyhalott. Szóval írtam neki, hogy hello, a Mandalorian első két évad Blu-ray-t rendeltem tőled, de te a Loki első évad Blu-ray-t, valamint a WandaVision 4K Ultra HD-t küldted el nekem. Erre jött a válasz, hogy oh no, vagyis jaj, nem, a no-t jó sok óbetűvel. Azt mondja, hogy nagyon sajnálom, hogyha van egy kis időd ezen a héten, akkor küld vissza nekem, légy szíves, és akkor fizetem a Media Mail Shippinget. Nagyon sajnálom a keveredést. És akkor azt írja, hogy fizeti a Media Mail Shippinget. És akkor én mondom, mi a fene az a Media Mail Shipping, és akkor rákeresek, és akkor ez a USPS-nek az egyik változata, hogy a USPS az amerikai postán keresztül lehet ilyen Media Mail Shippinget alkalmazni, média dolgokra, tehát Blu-ray-ekre, és akkor nem is tudtam, olcsóban lehet küldeni, vagy ilyesmi. És akkor én meg így mondom, én magyar vagyok, Magyarországon élek, én nem tudok USPS-re küldeni, postázni, most mit akar ez? Úgyhogy visszaírok neki, hogy én Magyarországon élek, nem tudom a USPS-re küldeni, csak a magyar postával. Vissza tudod nekem küldeni, vagy el tudod nekem küldeni a Mandalorian steelbookokat, vagy visszaküldöd az árát? Ugye erről nem esett szó, tehát hogy egyáltalán ugye megvan neki a Mandalorian steelbook, ugye kíváncsi voltam rá. És akkor ezután a válasz. Semmit nem reagált a postázásra, meg ilyesmire. Úgyhogy annyit írt, hogy el tudom neked küldeni a Mandalorian steelbookokat, de előtte vissza kell kapnom azokat a steelbookokat, amiket végül én megkaptam ugyebár. És akkor erre írom neki, hogy nem azt kaptam a pénzemért, amiért fizettem. Ez a te hibád volt, és hogy amint megkapom a Mandalorian Blu-ray steelbookokat, amint itt lesznek a kezemben, vissza fogom küldeni a Lokit, illetve a WandaVision-t. De remélem, hogy tudsz róla, hogy valószínűleg ugyebár a vámkezelés miatt eljárás lesz, és hogy fizetned kell ugye emiatt. Tehát ugye tudatosítani akartam benne, hogy ez igen, ez egy nagyon nagy macera lesz egyébként. És akkor meg, hogy ugye eleve az, hogy tényleg ő hibázott. Tehát most mi az a, milyen dolog az, hogy értitek, hogy nekem kell visszaküldenem először a Lokit és a WandaVision-t, megkapja őket, és csak utána küldik ki nekem a Mandalorian-t. Tehát lényegében nem bízik bennem. Csak az a helyzet, hogy én se bízok ám ő benne, mert ezen a ponton nem tudhatom biztos, hogy megvan neki a Mandalorian, és hogy tényleg el fogja küldeni meg ilyenek. Szóval persze, hogy visszaírtam neki ezt. És akkor erre utána azt írja, hogy hibák történhetnek, megértem, hogy nem azt kaptad, amiért fizettél, de nekem senki nem garantálhatja azt, hogy te el fogod nekem küldeni a steelbookokat, a Lokit és a WandaVision-t, miután én elküldtem neked a Mandalorian 1-2-t. Ha nem vagy hajlandó együttműködni velem, akkor sok sikert ahhoz, hogy a visszaküldést intézd az eBay-en keresztül. Köszönöm. Szóval, ja, nem bízik bennem, én sem bízok ő benne, szóval fantasztikus ez az egész. Tehát lényegében tojik, finoman fogalmazva erre az egészre, ami történt, nem érdekli őt az egész. És én továbbra sem lehetek ugye abba biztos, hogy most tényleg a Mandalorian az megvan vajon neki? Ő ott van valahol a polcán, csak nem vette észre, hogy hé, én ezeket nem adtam el már hetekkel ezelőtt?
Vagy esetlegesen tényleg valakinek rosszul küldte ki azt, és visszakapta talán, vagy nem kapta vissza, talán mi történik pontosan? Ugye nem lehet tudni, én sem visszatok meg ő benne, az a baj. És akkor utána, ugye reagálva arra, hogy azt írta, hogy ugye hibák történhetnek, hogy mondom, ez azért egy elég nagy hiba volt, ami mindkettőnknek problémát jelent, és ugyebár remélem tudod, hogy ennyire én is mondhatnám ugyanezt. Hogy semmi sem garantálja nekem ugyebár azt, hogy miután elküldtem a steelbookokat, ő tényleg kiküldi nekem a steelbookokat, a Mandalorian 1-2-t. És akkor erre a válasz már csak annyi volt, és ezt szó szerint fogom idézni, K. Egy K betű. Egy K betű. És kész. Szóval, persze, hogy nagyon nem tetszett nekem ez a beszélgetés, és tényleg igaza van az öcsémnek, agyhalott ez az ember, tehát hogy lehet tényleg összekeverni a dolgokat? Hogy lehet rossz csomagot kiküldeni valakinek? Ha valaki eBay-es eladással foglalkozik, akkor nem küldök ki rossz csomagot. Hát odafigyellek arra, amit csinálok, mert ekkora nagy problémák születnek belőle, főleg, hogyha limitált dolgokról van szó, mint a Mandalorian, Loki, WandaVision, meg ilyenek. És hát tényleg itt nem lehet semmit tudni, ezzel az emberrel nem lehetett normálisan egyezkedni. Utána néztem annak, hogy akkor hogy megy ez az eBay-es visszaküldés, de az a baj, az is nagyon bizonytalannak tűnt. Tehát, hogy elindítom a folyamatot, és akkor a eladónak el kell küldenie nekem a címét, vagy micsoda, de hogyha nem teszi meg, akkor értesítenem kell magát az eBay-t, és aztán vissza kell küldenem, és hogyha az visszaérkezik, akkor utána az eladónak talán van egy pár napja, hogy visszaküldje a pénzt, azt hiszem. De hogyha nem teszi meg, akkor megint értesítenem kell az eBay-t, vagy tár az eBay küldi vissza a pénzt, és aztán ők leveszik ettől az embertől. De az, amely össze-vissza lehetett olvasni igazából dolgokat, nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy akkor most pontosan hogyan is működik ez az egész, mert tényleg olvastam ezt is, azt is, és akkor mondom, úristen, ez túl nagy herce-hurca, ez túl nagy macera, ez rohadtul nincs kedvem az egészhez, mondom, mi a fenét csináljak? Ha visszaküldöm a Lokit meg a WandaVision-t, akkor ezek szerint a pénzt fogom visszakapni. De akkor nincs meg se a Loki, se a WandaVision, se a Mandalorian. Elmegy egy, mit tudom, egy 4 hét legalább, mire visszamegy a Loki meg a WandaVision, tehát jó egy hónap, mire pénzt látok belőle, és akkor megint ott tartok, hogy ugyebár a Mandalorian továbbra sem kapható rendesen, és addigra lehet, hogy már a Loki is elfogy, meg a WandaVision is elfogy, és akkor nem lesz meg egyik sem. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy én nem fogok ezzel szórakozni, a Mandalorian így se úgyse lesz meg valószínűleg, ha csak valamikor nem találok rá egy olcsó eladóra, ugyebár az eBay-em. Szóval igen, biztosabb az, hogyha itt van a kezemben a Loki meg a WandaVision, mint sem azt, hogy visszaküldöm, és akkor lehet, hogy azok se lesznek meg. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy végül megtartom a Lokit meg a WandaVision-t. Igaz, hogy a WandaVision-t nem tudom lejátszani, de éppen ezért csináltam azt, hogy a Lokit ugyan kibontottam, a WandaVision-t azt nem. Hanem feltettem az internetre, és megpróbáltam eladni. És akkor azt mondtam, hogy jó, megpróbálom eladni, várok vele május végéig, addig a pontig, míg meg nem csinálom ezt a beszerzések videót, és akkor kész. Hogyha sikerül eladni, tök jó, abból a pénzből megveszem a Blu-ray változatot. De ugye örökké nem lehet ezt húzni, mert elfogyhat, tehát azért mondtam, hogy inkább csak május végéig várok vele. Ha meg nem sikerül eladni, akkor jó rendben, május végén megtartom a 4K verziót, és aztán kész. És aztán majd tényleg megnézem Disney Plus-ról, és akkor majd megnézem a lemezről akkor, amikor már lesz normális 4K lejátszom meg tévén. Úgyhogy ja, végül emellett döntöttem, de az a helyzet, hogy végül nem sikerült eladni a WandaVision-t, úgyhogy nem tudtam ugye megvenni a Blu-ray változatot a WandaVision-ből, mert úgy nem veszem meg Blu-ray, ami mellette megvan 4K-ban, mert bizonytalan, hogy el tudom adni a 4K-t. Azért akartam a 4K után kapott pénzből venni a Blu-ray verziót. De mivel nem adtam el a 4K-t, nem sikerült, senkinek nem kellett itt Magyarországon, ezért megtartottam a 4K-t. Úgyhogy akkor ott tartunk, hogy megmutatom ezeket, és a WandaVision-t azt konkrétan még nem bontottam ki ezen a ponton sem, úgyhogy most fogom itt ebben a videóban kibontani és először látni, hogy hogy néz ki. Úgyhogy elmondhatjuk összességében, hogy azért valamilyen szinten mondhatjuk, hogy örülök, mert megvan a Loki, meg a WandaVision, legalább ezek megvannak, de ugyanakkor meg bosszantó, hogy a Mandalorian-t akartam eredetileg megvenni, és nem sikerült. És most meg már ott vagyunk, hogy nem is lehet szinte beszerezni, csak drágán. Szóval nem tudom, hogy mi lesz a Mandaloriannál, de legalább a Loki meg a WandaVision megvan. Örülhetünk ennek.
Szóval Loki. Steelbook. Igaz, hogy túl vannak árazva, de legalább jól néznek ki. Tehát arra igazából nincs panasz, mert tényleg jól néznek ki. Szépek ezek a Steelbook kiadások. És akkor ott van benne kettő darab Blu-ray lemez, amin ugye rajta van a teljes sorozat, valamint extrák, illetve kapunk még 3 darab ilyen limitált ilyen képeslapfélét, vagy ilyen art cardot, vagy mit. És akkor persze ott belül is van egy kép Lokiról. Ugye még soha nem láttam ezeket a sorozatokat. Van egy külső kartonlap, és akkor ezen írja, hogy Collector's Edition Blu-ray, vagyis gyűjtői kiadás Blu-ray, amiben benne vannak extrák, valamint a concept art cardok. És akkor ugye eredeti angol hanggal lehet megnézni a sorozatot, ugye két lemezen, és akkor extraként pedig vannak, úgy látom, hogy Baki parádék, kimaradt jelenetek, valamint kisfilmek. És ugye amerikai kiadás, de régió független, tehát le lehet játszani magyar lejátszókon is. És akkor mutatom ezeket a képeslap féléket, amik hát, ha már ennyire prémium kiadást csinálnak és ennyire túl vannak árazva, akkor igazán csinálhatták volna ezeket egyébként jobb minőségből is. Tehát hogyha egyetlen panaszom is lehet, az az, hogy a képeslap félék, vagy mik ezek vitrínfotók lehetnének jobb minőségből is. Itt az első, a második, valamint a harmadik. És akkor ez a 3 darab van, és ugye mindegyiknek ilyen a hátulja. Na, mindegy, ezt majd elcsomagolom. Később, most nem húzom ezzel az időt. Úgyhogy ez volna a Loki első évad. És aztán itt van a WandaVision, a teljes sorozat. Ugyanúgy 2 lemez, csak hát 2 4K UHD lemez. És akkor lehúzom a fóliát. Egyébként, hogyha mindazok után, hogy ezt kibontam, valakinek megvan esetleg Blu-ray-en ez a sorozat, vagy megvan neki a 4K UHD plus Blu-ray kiadás, és hajlandó lenne elcserélni, akkor szóljon nekem. Szóval a külső kartonlap. És akkor ezen is ugye két lemezen vannak rajta a teljes sorozat, extraként Baki parádé, kimaradt jelenetek, kisfilmek, ugyanúgy ugye régió független, eredeti angol hanggal lehet megnézni. És úgy látom, hogy van rajta angol felirat, meg spanyol, meg francia felirat is, meg hang is. És akkor maga a fémdoboz, hát igen, azért tényleg jól néznek ezek ki. És akkor ott van benne a 2 darab 4K lemez, valamint ebben is vannak ugye vitrínfotók, belül kép. És akkor megpróbál kibontani. Még jó, hogy hoztam egy szikét. Na, jó van, szóval mindjárt megvagyok. Sikerült kibontani. Szóval, ja, megvan a Loki, megvan a WandaVision, ami egy valahol azért egy klassz dolog, meg egy jó kis kezdés. Hát tényleg nem egyszerű azért ezeket beszerezni, meg nem olcsóak ezek a dolgok. De azért a Mandalorian-t azt tényleg nagyon sajnálom, sajnos. Szóval az első. Második. És végül a harmadik. Ezek is jól néznek ki, és akkor persze ennél is ilyen a hátulja. És akkor majd ezeket is visszacsomagolom, elpakolom kicsit később. Szóval WandaVision. Hát ja, majd egyszer vagy megnézem Disney Plus-ról, vagy nem tudom, majd valami lesz. Úgyhogy ja, Loki és WandaVision Steelbook-ok. Szépek ezek a kiadások, örülök, hogy megvannak, hogy legalább ezek megvannak. De ja, most aztán vadászhatom a Mandalorian-t, az a helyzet. Illetve ugyebár azóta
figyeltem arra, hogy ne legyen ebből probléma. Az Obi-Wan Kenobi meg az Andor első évadot már előrendeltem az angol Amazontól már korábban, tehát azok biztos, hogy meglesznek, azokról nem fogok lemaradni. Ellenben még kettő Marvel sorozat is megjelenik mostanában. A Moon Knight, meg a Falcon és a Winter Soldier sorozat. Ja, ez a kettő. Úgyhogy azokat is be kellene szerezni, azok viszont még nincsenek megrendelve. Úgyhogy odáig még el kell jutni. Remélhetőleg azért egy pár hónapig még kaphatóak lesznek. Úgyhogy, ja, nem éppen úgy alakult ez az eBay rendelés, ahogy szerettem volna, de ez van, és végszóként annyit mondanék, hogy csessze meg a Disney egyébként. Hogy ennyire lenézik a fizikai formátum, a fizikai gyűjtőket, hogy tényleg ilyen túlárazott, limitált kiadásokkal szúrják ki az emberek szemét, és akkor nem is tudja mindenki megvenni. Nem igaz, hogy nem veszik észre, hogy erre azért van kereslet, hogy kell az embereknek. Nem, mert akkor nem volna hiánycikk, hogyha nem lenne rá kereslet. Én nagyon remélem, hogy később ezeket kiadják újra. Na jó, sokat dumáltam már nagyon. Nagyon hosszú lett ez a beszerzések videó ahhoz képest, hogy csak 4 dolgot sikerült beszerezni most májusban. Úgyhogy ennyi volna. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek ezt az egészet. Ha tetszett a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel csatornámra. Továbbá követhettek közösségi oldalaimon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és aztán hamarosan jövök egy újabb videóval. Illetve ugyebár, hogyha szeretnétek bármit kérdezni, megírnátok a véleményeteket. Nektek is volt esetlegesen valami hasonló félres sikerült rendelésetek, vagy bármi, írnátok videó alatt, hozzászólásban, vagy a Facebook csoportomban. Sziasztok!